körülbelül 2500 példány szép katonás rendben. Az iskolában Dieter Zsófia pedagógus a tankönyvfelelős. Az alsó tagozatosok könyveit osztályonként válogatják majd szét, mindenki ugyanazokat a csomagokat kapja meg. Itt vannak a leendő elsősök pakjai is, nem teljes körülön érkeztek meg még a tankönyvek, hiszen sokat rendeltek a mozaik kiadótól, ahol akciós könyvcsomagok vannak. Ezeknek még csak egy része van itt, de a jövő hétre várják a hiányzó köteteket. Most már az első négy évfolyam, tehát az alsósok közül mindenki ingyen kapja a tankönyveket, ez ugye nagyon nagy segítség a szülőknek. Szeretném itt megemlíteni, hogy köszönettel is tartozunk a szülői közösségnek, hiszen annyira sokba kerülnek a tankönyvek, hogy már a harmadik évfolyamos nyelvtankönyvek nem fértek bele, és azokat a szülői munkaközösség segítségével tudtuk megvásárolni. Felső tagozaton, tehát 5.-8. osztályig, ott pedig rászorultsági alapon kapják ingyen a tankönyveket. Az iskola épületében történtek apró felújítások, amelyek a gyerekek komfortérzetét és a tanulást segítik. Rendbetették a lépcsőházakat és megújultak a folyosói szekrények is. Az iskola vezetői rendszeresen bejártak dolgozni a nyári vakáció ideje alatt is, hogy előkészíthessék, megtervezhessék szakmai tevékenységüket a tanévkezdésre, óra rendelt tantárgyak felosztását. Poják István igazgató az intézmény fenntartójától ismét öt éves kinevezést kapott. Ugye az elmúlt év végén lezártunk egy öt évet ciklust az én vezetésemmel, és azt gondolom, hogy a kollégákkal együtt megerősödtünk. Mindenképpen látjuk azokat a fő célokat, amiket a gyerekek érdekében el kell követnünk. Eredményeink azt bizonyították, hogy a tanítási módszerünk nagyon jó. Eredménnyel szerepeltek a gyerekek, mindenkit oda vettek fel, ahová szerette volna, sőt egy pannoha, ami Bencés gimnáziumos kisfiunk is lesz, akit átvettek, ami az, illetve felvettek felvétel alapján, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Az évet nem látom nehezebbnek, sem meg könnyebbnek, sem egyáltalán. Azt gondolnám, hogy az értékeinket kell továbbvinnünk, amit megszereztünk az elmúlt öt évben, a helyzetünket bebiztosítottuk Balatonfűsző városában, egyre többen fogadnak el bennünket. Az is bizonyítja ezt, hogy idén szeptemberre az összes Balatonfűszői elsős gyerek hozzánk iratkozott be, a korábbi szokása ellentétben, hogy környékbeli iskolákat kerestek meg. Ezek bizonyítják azt, hogy dolgozunk a gyerekekért, és felelősséget vállalunk értük. Az Irinyi iskolában is úgy, mint az ország minden általános iskolájában szeptember 1-én kezdődik a tanítás. A tanévnyitó ünnepségre augusztus 31-én este 6 órakor kerül sor.